Az Okos Kuka program keretein belül az elmúlt évben Nyíregyházán a zsákos hulladékgyűjtést felváltotta a sárga kékedényekben történő szortírozott tárolás. A térségi hulladékgazdálkodási Kft. 22.000 darab 240 literes kukát osztott ki térítési díj nélkül a város családi és sorházas övezeteiben. A szolgáltató munkájának és a lakosság befogadó készségének köszönhetően pozitívan változott a szelektíven begyűjtött hulladék mennyisége. 2016. januárjában az előző év azonos időszakához képest 71%-kal növekedett meg az orosi, regionális hulladékkezelőközpont szelektív hulladékgyűjtő csarnokának forgalma. A hulladékot gyűjtőjáratok szállítják a válogató központba, ahol egy korszerű, modern gépsoron anyagonként szedik szét a szemetet. A gépek mellett kézi erő is közreműködik a felesleges anyagok különválasztásában. A bálázást követően a hasznosító üzembe kerül a válogatott szemét. Az orosi hulladékválogatóban 4 éve szortírozzák a használt cikkeket. Azért jelentős az idei év, mert a lehetőségek biztosításával és a lakossági tudat formálásával jelentős mértékben megnövekedett a hulladékok mennyisége. Úgyhogy az eddigi 8 esetleg 10 órás műszakok helyett 2 műszakos, sőt véleményem szerint az idei évben 3 műszakos munkamódszerrel tudjuk ezeket a hulladékokat csak lekezelni, úgy, hogy valójában le is legyenek válogatva. Mivel a lakosság szelektív hulladékgyűjtési kedve megnőtt, a térségi hulladékgazdálkodási Kft. Február 1-től bővítette járatait. A kék-sárga kukákat most már havonta nem egy, hanem 2 alkalommal szállítják el a kertesházas övezetekből. A járatrend változásról és az új beosztásról folyamatosan kapnak tájékoztatást a lakosok, de elolvashatják azt a www.thgkft.hu oldalon is. A szelektív hulladékgyűjtés következménye, hogy kevesebb lett a háztartásokban keletkező kommunális hulladék mennyisége. Ez több szempontból is hasznos, hiszen így csökken a környezetterhelés, valamint nő a hulladéklerakók élettartama.